Shattered Temple. NLG Shattered Temple, méghozzá. Nyugaton narancssárga színekben Breach, keleten kék színben Predi. Szerintem azért Predi már sejt valamit, hogy Breach szereti az ilyen one base dolgokat. Hoppá! One base dolgokat. Úgyhogy talán erre fel tud készülni. Kíváncsian várom, hogy ebből mi lesz. Esetleg ő is egy kicsit ilyen egy bázisra koncentrál. Viszont már lement a Deathel. Aha. Hát ő végül is effektíve veszített egy kis belépelt, mivel ilyen messzire tette. Breach pedig ilyen közelre, ő valószínűleg egyből vissza fog menni bányászni, hogy itt van jelen ezt a dolgozót, ami nem nagyon felszerű, de most sikerült. Egyből visszamegy. Lehelyezi, hogy ne átváltassa a gázszedésben. És... ugyan a barát. Breach pedig gáz. Először. Tehát talán... de csak talán valami Helium play lesz. Hogyha előbb megy le a gáz, mint a barak, akkor szerencsés esetben a barak után egyből le lehet rakni a Fang Tree-t. Egy reaktorral együtt. Reaktor a barakon. És mondjuk kijön egy Helion, helycserés támadás. És utána már kettesével onthatja a Helionokat. Úgyhogy lehet erre számítani, de ezt a könnyen lehet, hogy nem ez lesz. Hát itt most körbenéz Predi, hogy miben sántik el Breach. Nem tudom, látja ez alapján a Twining-et. Hogyha rákattint a gázra, akkor láthatja. Most nagyon ügyesen így blokkolja az addont. És már jön is a Factory Breach-től. És úgy gondolja, hogy szét akar nézni ideben, Predinél. Predi korvány. De nagyon odafigyel, és már mikrózta a Marine-t, hogy ne jusson be az SCV. És igen, itt jön a reaktor. Nem láttam még ezt a replayt. Komolyan mondom. Hát nem tudom, hogy itt be fog tudni eljönni. Be fog-e tudni jönni? Na mindegy. Itt jön Predi factory-ja, és szintén egy reactor helyen. Ó, ez de szép volt. Odaépített Predi egy supply depot, amikor felszállt a barát. Erről lemaradtam, de most azért láthatjuk, hogy ezzel mit okozott. Nem tudott lelandolni a factory. Tehát nem tud kettesével gyártani. Mivel egyet se gyárt. Tehát egy jó fél perccel késleltette a Double Helion. Itt jön a Vex. És itt jön a Double Helion Predator. Most megnézzük a bevételt. 20-19. Nagyjából ugyanott tartanak. Egységben 2 Marine Predinek. Viszont ő már gyártja a Helion. Illetve hát le volt maradva egy kicsit, tehát az, hogy hátráltatta a Breach-et, ezzel így behozta a lemaradását. És itt már jön az első. Fel is gyújtott 2 Marine-t, itt elfüstöl a hullájuk. Viszont Predator már jön az X. És jön a Starport. Esetleg egy drop play-re. Majd kiderül. Minden esetre itt nem jön be Helion, az biztos. Ugyanakkor... azt is meg lehet kérdezni, hogy akkor ő maga miért ment double Helion, hogyha nem akar támadni. Mondjuk ő droppolni akar, tehát ez egyértelmű. Ja, nem egyértelmű, mert viking, nem? Úgyhogy... azt hittem azért állt ide, mert hogy innen is fújt körbe. De nem, hát akkor Breach itt szétnéz a
alapjában, és látni fogja szerintem az expert. Nézzük, hogy mit lát egy kicsit az ő szemszögéből. Szétnézünk. Még egy faction. Blue Flame. És Viking. És Predi a második főépületét alakítja át Orbit Ultimánra. Úgyhogy, ha nem is X-fel, kétszer annyi bevétele lesz. Vagy nem kétszer, de egy mióla több bevétele lesz. Ami, hogyha ilyen egybázisú játékra összpontosít mindkét játékos, akkor az sokat számíthat. Készül az X-Reach-nél. Ő ott meglátta a térképen szerintem azt a nagy kék négyzetet, most nézett oda. És látja, hogy elkészült az EXP, úgyhogy azt gondolja, hogy ő is expert, elkezdi építeni második bázisát. Ön egy reaktor? Igen. Nem elég volt ebből a kamerából. Minden nézett. Jön egy reaktor a factory-ra, itt jön a Blue Flame, itt pedig egy Viking. Nem csak hogy ezzel a Raven-nel mit fog ügyeskedni. Itt jön még egy factory. És még egy factory. Tehát jelenleg egy van készen Freddynek és egy készül. Breachnek kettő van kész. És egy harmadik készül. Most rászkennel Freddy Breachre. Nagyon jó, ez a két helyen itt elhelyezve. Nem tudja például itt ledobni, de hát nem is tudnám ezt észrevenni, ez fú, nagyon okosan játszik. De ha mégis valahogy beszökne két vagy négy helyen egy medivákban, akkor ide nem tudnak körbejönni, mert ahol meg két helyen. Vigyáltam. És ismét leszállt, tehát ők képeltek az ellenfelét, azt mondom képen, hogy Reddit. És Freddy megindul, ez 12 helyen, 6 viking, 1 múmi. És már indítja az XP-t, ami kapirál, mint Reach, már azt korábban elkezdte. Nézzük, hogy itt mennyi van, ideális mennyiség, úgyhogy azt kell szaturálni. Most már 6, nem, még mindig 6 viking, 12 helyen, Breach-nél 10 helyen 4 viking, illetve 2 tank. Első meccsükben azzal nyert, hogy korábban hozott ki tankot. Korábban is többet, úgyhogy könnyen lehet, hogy egy hasonló kimenetben reménykedik, hogy ezt a játékot itt elvigye. 38-36 a dolgozók száma. Érdekes, hogy minden játék alkalmával egyel vagy kettővel kevesebb dolgozója van volt Twitchnek, viszont már 3 tankja van. Az egyel, Predi egy tankjával szemben. Jön a második, Siege Mode, kicsivel előbb lesz kész, mint Predi-re. És hát Breach folyamatosan gyárt, szerintem egy, nem, kettő, illetve egy Factory-ból tankot, a másikból Helion. Hát amire épp szüksége van, lesz talán összetűzés. A Siege Mode már készen van. És azt az időzítést, amikor Freddynek még nincs, és Breachnek már van, az nem fogja hasznosítani. Sajnos, és hát a torony Freddy kezdődik. És itt fel is szintje a Freddy, úgyhogy ide szerintem nem jön be Breach. Kettő tank. Breachnek egy. Freddynek. És egy arm. Megfogja, hogy két tudulatot.
De nem. Viszont, hogyha innen ráálltam a képlet, akkor az nagyon kellemes lenne, vagy kényelmes. És ő ellát odáig is predikus. És a kent előzőnek el kell megérni. Eddig nagyon szépen csinálja ezt a kis lépegetést. Ugye le kell szedni a dolgozókat, hogy javítsák, úgyhogy... Ez jó, hát ide nem jön be. Reach. Esetleg rá akarok találni a bankokat? Nem, a tankok egyszerűen nagyon gyorsan kiszedték a Hellionokat. Ezt nagyon erőltetve szerintem ezt a támadást. És lehet ilyen szerintem. És most már rálát Bridge tankjára a saját kis ügyei miatt. Hát, másfélszer annyit ér a sereget vagyunk. Igen, azért három vagyunk. Készen áll a javításra. Bridge pedig keresi azt a szöget, ahonnan pont jól tudna támadni, és most letesz egy harmadik. Ez jó, én azt hittem, hogy két napot szígyen, de nem, mert hát megfelelődik. És előrébb lesz a kis célkorja. Viszont most Freddy azt el tudja játszani, hogy kicsiket lépeget, amíg el nem látod a kínjai által. Úgyhogy ez nem egy előnyös helyzet Breach számára. A légi dominanciát azt már nem tudja a kezébe venni. Bár csinál két vikinget, de én nem hiszem. Hogyha időben itt lépeget Freddy, tehát az ott négy tank szinte így van. Nem tudom, hogy ezek a Thorok miket tudnak csinálni, de ez egy valami nem. Hát esetleg körben megy, igen, azt el lehet játszani, de... De így is, hát nem is ennyire érdekes, de... Tehát Freddy alig lesz. Úgyhogy így lett 2-1 Freddy javára. És így került Breach a Lizard Bracketbe, azt hiszem, ha jól értem az.